16. szezonjára készül az Aquaese, az egyesület az előkészítő korosztálytól az ifjúságiakkal bezárólag több mint 100 vízilabdázót foglalkoztat. A fiatalok az elmúlt hét közepén kezdték el a felkészülést, nyaralások és egyéb kötelezettségek miatt egyelőre mintegy 70-en látogatják az edzéseket. A Sóstói strand 50 méteres medencéjében ezekben a napokban nem a labdái a főszerep, az alapozás időszakában a kilométereket gyűjtik a pólósok. Mindenki tudja, hogy ez egy kötelező rossz, ilyenkor nem a labdája a főszerep, hanem meg kell szereznünk a megfelelő állóképességet erre a hosszú szezonra, ami előttünk van. Reményeim szerint az országos bajnokság A2-es csoportjában nagyon jól fogunk szerepelni. Szeretnénk valahol az élmezőny, középmezőnyben végezni, nyilván érmes reményekkel most nem fogunk számolni. Először fog ifi csapatunk országos bajnokságban szerepelni. Én nagyon várom már. Jelen állás szerint 10-11 csapat indul a korosztályos versenysorozatokban az Aquaese színeiben. A legmagasabb szinten versenyző ifjúságiak mellett a többiek regionális bajnokságokban szállnak majd medencébe. A 14 évesek már ebben a hónapban meccseket játszanak Szlovákiában. A jövő hét végén Kassán fog szerepelni a 2005-ös csapatunk egy nemzetközi tornán. Az országos bajnokság szeptember elején kezdődik. Itt még Nyíregyházi medencében is fogunk játszani egy hazai bajnokit, mielőtt átköltöznénk az új helyünkre. A területi bajnokságok viszont csak októberben kezdődnek. Kántor Gábor elmondta, hogy ezen a nyáron nem toboroztak, viszont miután beköltöznek az új bújtosi uszodába, szeretnék, ha ugrásszerűen nőne a vízilabdát választó fiatalok száma.